Csak külföldön lehet megtanulni jól angolul. Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és hogyha angol nyelvet tanulsz, akkor lefogadom, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt a mondatot, hogy csak külföldön lehet megtanulni angolul. Én leginkább ezt a mondatot a diákjaimtól szoktam hallani, amikor mondjuk valamilyen vizsga nem sikerül nekik, vagy nem úgy alakul, ahogy azt tervezték, és én nagyon gyakran azt érzem, hogy ez egyfajta kifogás, amikor ezt a mondatot úgy bedobják a közösbe, és azt gondolják, hogy nincs arra lehetőség, hogy Magyarországon is ugyanolyan szinten megtanuljanak angolul, mint hogyha mondjuk egy rövidebb vagy hosszabb időt eltöltöttek volna egy külföldi országban. Úgyhogy járjuk körül most ezt az állítást részletesen. Egyrészt igaz is, meg nem is. Igaz ez akkor, hogyha te egy külföldi tartózkodás minden percét, minden egyes percét arra használod, hogy fejleszd az angol tudásodat. Mit értek ez alatt? Ha minden lehetőséget kihasználsz arra, hogy minél többet beszélgess a külföldiekkel, tehát minél többet kommunikálj a külföldiekkel a kintartózkodásod során, akkor már egy nagyon rövid, egy-két hetes angliai vagy mondjuk máltai tartózkodás is nagyon sokat lendíthet a nyelvtudásodon. Viszont szeretnék elmondani egy másik példát is, egy személyes ismeretségi körömből, hogy lásd, hogy egyáltalán nem jelenti a nyelvtudás fejlesztését a külföldi tartózkodás. Volt egy ismerősöm, vagy van egy ismerősöm, aki kiment Angliába, ahol vízvezeték szerelőként dolgozik. És amikor nyáron hazajött, akkor szerettem volna csak úgy játékból elkezdeni vele angol nyelven kommunikálni, és mindenféléről kérdezgetni, és láttam, hogy őt zavarja ez az egész dolog, és nem igazán partner ebben az angol nyelvi kommunikációban. Ő akkor már egy éve volt kint Angliában, csak hogy tisztában legyél az időkerettel. És elmondta nekem, hogy lényegében ő magyarok között él, magyar nyelvű a főnöke, tehát magyar ember a főnöke, aki kijelöli neki mondjuk a munkát arra a napra, vagy arra a hétre, magyar nyelvű tévéműsorokat néz a szálláson a szobatársaival, és végig magyarul beszélgetnek a különböző dolgokról. Tehát ő ugye az ügyfelekkel nem találkozik, amikor pedig bevásárol magának mondjuk egy közértben, akkor se nagyon kommunikál természetesen a helyiekkel, tehát leolvassa a kijelzőről, hogy mennyit kell fizetni, az összeget odaadja, és ennyi. Tehát hiába van kint egy éve Angliában, elmondható, hogy szinte semmit nem fejlődött az angol tudása. Nézzük egy kicsit hosszabb táblatból ezt az állítást. Mi volt a helyzet régen, és mi a helyzet most? Ugye régen, amikor én nagyon-nagyon régen elkezdtem angolul tanulni, akkor tényleg akkor jutottunk a diáktársaimmal úgynevezett angol nyelvi tartalomhoz, amikor a tanárunk az órán bekapcsolta a magnót, és lejátszott a kazettáról az adott tankönyvhöz tartozó listeninget. Tehát ez volt lényegében, amikor én elkezdtem, ez volt az egyetlen lehetőség, hogy angol nyelvű tartalomhoz jussunk. Emlékszem még, hogy a tanárunk úgy akart egy kis Angliát varázsolni a budapesti iskolába, hogy a terem falára Angliáról, Londonról és a Stonehenge-ről készült képeket tett, és így próbált egy kis Angliát varázsolni nekünk. Ez volt a helyzet régen. Tehát valóban ekkor igaz volt, vagy igaz lehetett ez az állítás, hogy hihetetlen nagy különbség volt a között, hogy valaki Magyarországon tanul angolul, és a között, hogyha valakinek volt arra lehetősége, hogy elmenjen egy külföldi nyelvtanfolyamra. Ma viszont iszonyatosan sok lehetőség kínálkozik, hogy akár ingyen is, vagy egy minimális befektetéssel te egy angol nyelvű, anyanyelvi környezetet varázsolj magadnak a lakásodba, vagy éppen a szobádba.
Miről szól tulajdonképpen egy külföldi nyelvtanfolyam, vagy egy külföldi út? Arról, hogy te kizárólag angol nyelven kommunikálsz, kizárólag angol nyelvű tartalmat kapsz, tehát filmeket, hanganyagot, és egyáltalán nincs lehetőséged arra, ideális esetben, hogy magyar nyelven kommunikálj, mert senki nem fog téged megérteni. Na most nézzünk néhány nagyon egyszerű, és még egyszer mondom, szinte ingyenes példát arra, hogy hogyan tudsz egy ilyen anyanyelvi angol környezetet varázsolni magadnak a lakásodba még ma. Például nézhetsz angol nyelvű hírműsorokat. Tehát minden információt, ami a világon történik, ugye nagyjából ugyanazok a hírek, a vezető hírek külföldön is, mint mondjuk Magyarországon, leszámítva természetesen a belföldi híreket. Semmi más dolgod nincs, mint rámenni egy-egy nagyobb hírcsatorna internetes oldalára, tehát még nem is kell nézned tévén azt az adott hírcsatornát, rámész az adott hírcsatorna oldalára, ahol biztos, hogy nagyon rövid összefoglalókat fogsz találni az adott hírekről. Ez mondjuk egy opció. Hallgathatsz angol nyelvű podcastokat, amikor éppen utazol a munkahelyedre vagy az iskoládba. Ugye semmi más dolgod nincs, mint a Google keresőjébe beírni azt az adott szót, ami téged érdekel. Ez lényegi tulajdonképpen bármi lehet, a science fictionon át a lakberendezésig szinte bármi, mellé tenni egy plusz jelet, és odaírni azt a szót, hogy podcast. Egészen biztos vagyok benne, hogy fogsz találni egy kis keresés után a témába vágó hanganyagot. Úgyhogy amikor utazol az iskolába vagy a munkahelyedre, használd ki ezt az időszakot arra, hogy angol nyelvű podcastokat hallgass. Nézhetsz angol nyelvű cikkeket, újságcikkeket és magazinokat. Nem is kell megvenned az adott lapot, semmi más dolgod nincs, mint az interneten beírni a kedvenc magazinod címét angolul a keresőbe, és biztos vagyok benne, hogy a vezető cikkek vagy a vezető információk elérhetőek lesznek számodra angol nyelven. A legnagyobb kihívást vagy a legnagyobb nehézséget az angol nyelvű beszéd jelenti vagy jelentheti. Itt is több lehetőség kínálkozik, attól függően, hogy mennyire tudod rávenni a családodat, vagy a barátaidat, vagy a lakótársadat arra, hogy fejlesszétek közösen az angol nyelvtudásotokat. Például megállapodhattok abban, hogy minden reggel indulás előtt csak angol nyelven kommunikáltok egymással. Ugye elmondjátok, hogy kivel mi fog történni, ki hova fog menni, ugyanúgy, mint egy teljesen normális reggelem, csak éppen angol nyelven kommunikáltok. Csak angol nyelven kommunikáltok. Vagy, hogyha szeretnél komolyabban foglalkozni ezzel, és angol nyelvű beszélgető partnereket találni, akkor nincs más dolgod, mint megnézni a múlt heti videómat, ahol részletes listát találsz arról, hogy hol találsz milyen oldalakon és közösségi oldalakon, speciális közösségi oldalakon találhatsz anyanyelvi angol beszélgető partnert magadnak ingyen. Egy szó mint száz, nem igaz az, hogy csak külföldön lehet jól megtanulni angolul, válasz egyet az előbb általam említett módszerek közül, vagy esetleg kipróbálhatod az összeset. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!